Ebben a videóban a negyedik hónappal fogunk foglalkozni, melynek neve április, és meg fogjuk nézni, hogy honnan is ered ez a szó, és mi az, amit kideríthetünk erről a hónapról általában. Ez arcanum.hu weboldal, ahol a hónapok neve bejegyzésnél ezt találjuk. A közönségesen használt hónapnevek római eredetűek, ahogyan arról már korábban volt szó, március, illetve január, június. Ezek római istenségekről kapták a nevüket, Mars, Janus, illetve Juno, Julius, Julius Cézárról, Augustus pedig Augustus Cézárról. Szeptember egyébként, mint a hetedik hava az évnek, ezért lett szeptember rómaiba, hiszen szeptember az év hetedik hónapja, csak a mi naptárunk, a jelenlegi naptár szerint ez a kilencedik hó, az év egészen a modern időkig. A tavaszi napi egyenlőséggel kezdődött, mint ahogyan azt a logika diktálná. Ez egy nagyon kezdetleges összefoglaló, eszerint április, aperire kifejezésből ered és annyit tesz, mint nyitni, vagy a rügyek nyílása. Ez itt eintud.hu, és szintén arról beszélnek, hogy az április szó latin eredete még tisztázatlan. A latin kinyitni szóra lehet következtetni, áprilisban ugyanis az ünnepeket megnyitják, a pogányok különösen, illetve a természet is megnyílik. Itt pedig ez már Wikipédia, hónapok nevei, és arról beszélnek, hogy április a latin aperio kinyit igéből származik, vagy származhat, a tavaszra utal, amikor a virágok nyílnak, zöldelnek a fák, az év negyedik hónapja 30 napos, régi elnevezése pedig Szent György hava, székelynaptár szerint pedig Szelek hava. Ez Wikipedia, az angol nyelvű bejegyzés a hónapokról, csak azt szeretném megmutatni, hogy szinte kivétel nélkül minden naptárban 12 hónap van. Pontosan úgy, ahogy az írásokban azt a teremtő kijelölte. Vannak ettől eltérő verziók, érdekes módon pont a judaizmus az egyik, ami állítólag követné a teremtő utasításait, ők azok, akik egy 13. hónapot hozzáadnak minden második vagy harmadik évben. Ezt egyébként a képen láthatjátok, ez a 13 hónap van egy második Adár, hiszen másképp nem jön ki az év, ami 364 napos. De hogyha megnézzük az iszlám naptárt, ugye a muszlim naptárt, szintén 12 hónap, az arab naptár összességébe véve ugye látható itt, szintén 12 hónap, a hindu naptár is, itt vannak a hónapok nevei. Szinte mindenhol különböző pogány istenségekről nevezték ezt el, ugyanúgy, ahogy a judaizmusban egyébként, mint Tammuz többek közt. Az iráni vagy a perzsa naptár 12 hónapja látható itt. A bengáli naptár szintén 12 hónap. Ez ugye Banglades. Ez a Nanakshani naptár. Ez, mint ahogy innen kiderül, ez Punjabi, szóval indiai gyakorlatilag. Ez a Khmer naptár, ahol szintén 12 hónap van, de ugyanúgy, ahogy a judaizmus esetén itt is hozzáadnak 2-3 évente egy szökőhónapot, hiszen ők a holdat követik. Itt látható ez a rendszer, ahol a 13. hónap a 8. hónap körül hozzá van adva. Ez a Thai naptár, ahol szintén 12 hónap van. Itt pedig állatokról nevezték el ezeket a hónapneveket, így vagy úgy, általában pogány eredetűek. A hónapnevek, ez a tongai naptár, ahol szintén van egy 13. hónap, ugyanis ez is egy holdnaptár. Maláj naptár, hasonlatos a táj naptárhoz. Egy régi gregorián naptár, ahol szintén 12 hónap volt, és láthatók a régi hónapnevek. Ez a svéd naptár, ami szintén használatban volt 12 hónappal. Ez pedig egy régi angol naptár, vagy egy angol szász, illetve egy északon használatos naptár. 12 hónappal. Régi magyar naptár. Egyiptomi, ahol szintén az istenségek nevéről nevezték el a hónap neveket. 365 napos volt, 12 hónapra lebontva, és ez a 12 hónap 30 napból állt, és ezek után az év végén 5 darab extra napot hozzáadtak az évhez, így jött ki a 365 nap. Ez a régi Nisga naptár, ha jól ejtem, ez a Nisga dolog pedig Brit Columbia, az az Észak-Amerika őshonos népe, szintén 12 hónappal dolgoztak. Ez egy régi francia próbálkozás, a francia köztársaság idején 1793-tól, ahol 12 darab
30 napos hónap lett volna, minden hónap 3 darab 10 napos úgynevezett decade-ből állt volna, ami ugye 10 napra utal. Az év végén 5 vagy 6 napot hozzáadtak volna ehhez a számításhoz, ugyanúgy, ahogyan az egyiptomi naptárban, illetve lett volna 4 évente egy szökőnap. Itt látható a leosztás, ez azonban csak 12 évig működött, hiszen nem tud működni, ugyanis a teremtő nem így határozta azt meg. Teljesen mindegy, hogy az ember mennyire szeretne eltérni ettől, nem fog működni, mivel az idő nem így működik. Ezek után nézzük meg Wikipédia április bejegyzését, ahonnan megtudhatjuk azt, hogy április az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely naptárban, és a hónapot Mars kedveséről Vénuszról nevezték el, akinek a neve Aperire. Ez a latin szóból származik, melynek jelentése megnyitni, és valószínűleg arra utal, hogy ekkor nyílik meg a természet. Egyébként, mint minden más a pogány kultúrákban, ez is a termékenységgel, illetve a szexualitással hozható összefüggésbe ez a megnyílás elmélet. Ez pedig itt már április bejegyzés a Wikipédián angol nyelven. Azt láthatjuk, hogy a rómaiak különböző istenségekről nevezték el a hónapok nevét, és április az Vénusz istennőnek a tiszteletére a görög Afrodité szóból Afros lett április, ami egyébként az etruszk Apru szóból ered. Afrodité és Vénusz ugyanaz, csak két különböző kultúrában. Április egyébként a második hónap volt, ugyanis az év, ahogy mondtam korábban, a márciusi napi egyenlőséggel kezdődött, és később adták hozzá januárt, illetve februárt a naptárhoz. Ez etimonline.com, melyben arról írnak az április bejegyzésnél, hogy ez az év negyedik hónapja, és egy régi francia kifejezésből ered avril, mely a latin április kifejezésből, vagy aprilis szóból ered, és igazából vitatott az, hogy hogyan is alakult ki ez a szó, de a második hónapja volt az ősi római naptárnak. Ugyanazokat az elméleteket láthatjuk itt is. Egyik ezek közül az etruszk apru szó, mely a görög afroditéből származik valószínűleg, de megtalálhatjuk itt is az aperire kinyitni szót. Néhány pillantást azért vessünk Afroditére is, hiszen ő egy központi szerepet játszik ebben az egész pogány mitológiában. Van-e köze április nevéhez, vagy sem, azt mindenki döntse el magának, ez az egyik verzió, ez pedig itt literatura.hu, Afrodité bejegyzése. Afrodité a szerelem istennője és Zeus villámától megérintett tenger habjaiban született, a kagylóhéjon hajózott Kithéra szigetéhez, ahol első temploma épült. Erről a szigetről hívják Kithbereának, s mert a tenger habjaiból merült fel egyszerre, tündöklő szépségben, mint ahogyan a szerelem támad az emberi lélek hullámzásai közt, Anadyomene, a felmerülő is az ő mellékneve. Szerelem természetesen az, amit a világ annak hív, tulajdonképpen nem más, mint egyfajta vonzalom, vagy bujaság, ami úgy tűnik, hogy tönkreteszi ezt az egész világot és káoszt okoz azon. Afrodité születésének folyton megismétlődő képe a természetben a gyöngy csodálatos keletkezése. A görög természetrajz ezt is úgy magyarázta, hogy a vihar idején megnyílik a kagyló, a termékenyítő villámot fogadja magába, és a tenger meg az égi tűz találkozása hozza létre a kagyló belsejében a gyöngyszemet, mely harmadszerű csillogását a nap, a hold és a csillagok sugaraival átszőve mutatja. Gyakorlatilag a bujaságnak az egyik és a termékenységnek még egy képe az, amiről itt beszélnek. Az összes pogány kultúra beleértve a Nyugat-Európát, a magyart, ugyanúgy a keresztényt, és a világon szinte mindenhol elterjedt különböző verzióit ennek a termékenység körül forog. Nézzük tovább! Ahol ezt a mítoszt nem ismerték, ott is Zeus és Dione, azaz Okeanos és Tétis, úgy mint óceán, ugye a mai kifejezés óceán, Okeanos és Tétis unokájának mondták a szerelem, vagyis a bujaság igazából szépséges istennői. Mindent leigázó ereje a tenger habjainak is parancsol. A tenger csöndjét és a hajózást is tőle várták, és Szesztoszban
Hellész pontos partján az a világítótorony, melyhez Héro és Leandros édesbús mondája fűződik, az ő temploma volt. A szerelem már akkor is egyet jelentett ezzel a fajta erővel, azzal, amit ők ugye pozitívnak gondoltak, hiszen a termékenység, illetve a bujaság, az erkölcstelenség, az, amit ők szerelemnek hívnak, vagy szeretetnek ma a világ, ez uralja a világot, és az az erő, ami ezzel jár, az a negatív erő, ez okozza a káoszt a tudatlan fejekben. Hiszen az emberek összetévesztik ezt az igazi szeretettel, azzal a szeretettel, melyről az írások, illetve a teremtője Hua beszél. Ciprus szigetén egyébként hatalmas kultúrája volt Afroditének, és a sziget gazdag növényzetét méltónak érezték az istennő csodálatos szépségéhez, és Afroditét Athénban is a kertek közt imádták. Észre lehet venni a párhuzamot, ugye Astarte, Astarot, Asarák, amit az írások említenek, ami ma húsvét, Afrodité, Vénusz, ahogyan vándorolnak tovább ezek a pogány szokások, pogány elképzelések a történelmen, és beették magukat az emberiség idézőjelbe vett kultúrájába. Ezek a kertek, illetve oltárok és kegyhelyek mind-mind pogány tradíciókat éltetnek tovább ma. A tradíció szerint Afrodité ciprusi kertjének kapuit Héphaisztos, a kovács készítette, aki férje a legenda szerint. Csak azon madarak repülhetnek ide be, akik legszebben énekelnek, ezt Afrodité ítéli meg, aztán azok a madarak a kertben párzanak, ahol egyébként a fák is szerelemben élnek. Van egy forrás is ebben a kertben, és Eros, vagy Cupido ebbe mártja meg a nyilát, és aztán ezzel találja el a szerelmeseket, kiknek a szerelem, vagyis a bujaság, vagy erkölcstelenség, és ez a primitív érzés, ami vezérli ma a világot, fellobban, és aztán egymáshoz vonzódnak, és abból kialakul mindenféle kalamajka és káosz, összetévesztvén a bujaságot a szeretettel. Ráadásul két forrás is van, és hogyha egyszerre mártja meg ezek vizében a nyilait, akkor keserűség és bánat keveredik a szerelembe, ami mindenki számára ismerős, aki valaha hagyta, hogy ez az ösztön úrrá legyen rajta. Ahogyan láthatjuk azt ma a világban, a legenda szerint is Afrodité fia Erosz, a világ mindenséget betöltő szerelem, kormányozza a csillagok járását, és az ő nyilai küldik a szerelmet az istenek és az isteni származású királyok szívébe. Ebben az egy mondatban megtudhatjuk, hogy a világ vezetője azok isteni származásúak, amit már rengetegszer elmondtam, de a lényeg az, hogy a világot ez a primitív érzés, ez az ösztön, amit szerelemnek hívnak, ez irányítja, és a tudatlanok ezt követik, azt gondolván, hogy ez egy valós dolog, vagy ez az a szeretet, amiről az írások beszélnek. Egyébként számos más ilyen kis pondró van, mint Erosz, ezek már nem Afrodité fia, hanem az ő kíséretéhez tartozó nimfák leszármazottai, amik ugyanazt csinálják gyakorlatilag, amit Erosz. Amerre jár Afrodité a legenda szerint, a növényzet virágzásba indul, megszelídülnek az állatok, és mindenki a párját keresi. Gyakorlatilag a szerelemről van szó, arról az érzésről, amit az emberek egy nagy része ma olyan lelkesen kutat. A szerelem azonban más formában is megjelenhet, mint amit mindenki valószínűleg ismer, amikor szép lassan az emberben kialakul, nem pedig mint egy tűz fellobban benne. Mikor csak vonzalomként kezdődik, és azután a vége ez lesz. Ezt egyébként a legenda egy erőszakos istenként ismeri, aki kisgyermekként közelít először az emberhez, bekopogtat éjszaka, hogy bekéreckedjen megmelegedni, és amint melegszik meg, az után fogja csak felfedni majd az igazi voltát. Ez egyébként pontosan az, ahogyan a bűn, illetve a bujaság, erkölcstelenség, paráznaság bekúszik az ember életébe. Szépen lassan hatalmába keríti, eluralkodik rajta, és a végeredménye ennek a bűn. Nyilván, ahogyan az ellenség mindig ezt is teljesen megfordította, és úgy állítja be, mintha ez egy pozitív dolog lenne. A világ pedig imádja, mint mindig. A mitológia szerint magának az istennőnek is kijutott a szerelem keserűségéből. Szerelmesét Adoniszt vadászaton vatkan tépte szét, ez egyébként ugyanaz a Tammuz sztori, amit a világ most húsvétkor ünnepel.
és az istennő csak annyit ért el Zeusnál, hogy az év egyik felére engedje vissza hozzá az alvilágba. Ez ugye a tavasz és a tél, illetve az ősz állandó körforgása, ahogyan a természet megújul. Adonia egyébként egy ünnep volt, melyet főleg az asszonyok ültek meg, nagy bensőséggel megsiratták a halottat, és újongva fogadták a megtalált élőt. Erről egyébként a kánonban is találhatunk említést, amikor is ugye Tammuzért sírnak az asszonyok. Még egy érdekességet megemlítenék, a szerelem halhatatlan istenségének, mint az angyalok, és a szerelmes halandó emberségének, mint az emberek, az ellentéte már magában véve is tragikusan festi alá a legboldogabb szerelmet is. Afrodité halandó szerelmesére is a közös emberi sors vár, a daliás Anchises megöregszik, szépség, ifjúság és erő elhagyják. Ugyanúgy, ahogyan 1 Mózes 6-ban olvashatjuk, mikor Elohim fia és az emberek lányai egybekeltek, és ebből aztán mindenféle problémák keletkeztek, hiszen a két világ folyamatos kapcsolatban van, de a tudatlan emberiségnek a nagy része erről nem sejt semmit. Ez a legenda, illetve ez a mitológia kör szintén ezt foglalja össze. Csak egy másik történelmi korszakban. Nézzük meg a Wikipédiát villámgyorsan, ez Afrodité, ógörögül, ugye a habokból kiemelkedő, a szerelem istennője és a szépségé a görög mitológiában, a római mitológiában pedig Vénusz. De az etruszk mitológiában is előfordul, úgy mint Turán, az egyiptomi Hathor az, akivel azonosítható. Turán egyébként Vels város védnöke, általában szárnyas fiatal nő, második-harmadik századtól időszámításunk előtt mesztelen nő alakként jelenik meg. Szerintem ez is gyanús kell, hogy legyen mindenki számára, hogy mi is az, amit képvisel, hogy mi köze van, vajon az igaz szeretethez egy mesztelen nő alaknak, azt nem tudom. Az azonban biztos, hogy ahhoz a szerelemhez, illetve ahhoz a szeretethez, amit a világ túlnyomó többsége hirdet, és keres, és amiben részt vesz, ahhoz nagyon is sok köze van egy mesztelen nő alaknak, mint ahogyan azt látjuk ma, ha kinézünk az utcára. Amennyiben egyébként az egyiptomi Hathorral hozható összefüggésbe, akkor látható itt Hathor, akinek a fején van a bika szarva, ami ugye a holdat reprezentálja, középen a napkorong, ami a nap, illetve a hold imádata, és az, ahogyan a nap megtermékenyíti a holdat, ugye a csillagok pedig ennek a következménye, és természetesen a kígyó, ahogy körbe-körbe tekeredik a nap körül. A kereszt, mint jelkép már ekkor is jellemző volt több ezer évvel azelőtt, hogy a másiák a földön járt, vagy a megváltó. Ennek ellenére több milliárd ember még mindig hisz és viseli ezt a szimbólumot ilyen vagy olyan formában. A Targatis istennő ciprusi változata egyébként Afrodité ezt mutatja a vizek, illetve a tükör jelentősége, valamint az Istárhoz, vagy angolul Easter, magyarul ugye a húsvét ünnepekor ünnepelt csillag, termékenység és szépség vonatkozások is mutatják. Ahogy mondtam, amit ma a világ csinál, az egy pogány tradíció, illetve egy pogány mitológiának a tovább élése, illetve annak a táplálása napjainkban. Születéséről röviden annyit, hogy Kronosz sarlójával kasztrálta apját Uránoszt, ekkor a tenger habjaiból megszületett Afrodité, ugye annyit tesz, mint Afrosz, hogy hab, és akkor ebből született Afrodité. Bármerre is jár, mindenhol termékenység az, ami követi gyümölcsök, virágok, fák, állatok és emberek szintén engedelmeskednek Afroditének, és az afrodiziákum kifejezés ebből a névből ered, úgy, mint szerelmi vágy fokozására használatos szer. Ha már itt tartunk az afrodiziákumnál, akkor még egy dolgot hagy említsek meg. Értse meg mindenki azt, hogy az ember viselkedése elárulja azt, ami az ember szívében van. Az a szellemiség, melyet Afrodité képvisel, azonos azzal, amit Jézabel képvisel az írásokban. Az a szellemiség, melyet a legtöbb nő képvisel ma. Ez a szellemiség megfertőzi az egész világot. Az, hogy ki milyen okból csinál valamit, az nem számít annyira, mint az, amit cselekszik. Afrodiziákum az a parfüm, amelyet a legtöbb ember előszeretettel használ. Mi más lenne? Mi a lényege a parfümnek? Hogy az embert vonzóbbá tegye? Teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő, a lényeg az, azért használja a parfümöt,
hogy vonzóbb legyen a másik, vagy ugyanannak a nemnek a számára. Egy hazugság tulajdonképpen. Afrodité szellemisége átjárja az egész világot. Persze mondhatnánk, hogy én csak így érzem jól magam, hogy 30 méterről meg lehet érezni, hogy jövök. Én csak így érzem jól magam, hogyha a hajam meg van csinálva úgy, mint egy költemény minden nap. Én nem akarom, hogy az emberek észrevegyenek, csak egyszerűen így érzem jól magam. Nem azért festem ki magam, hogy jól nézzek ki, vagy észrevegyenek az emberek, csak azért, mert egyszerűen így érzem jól magam. Nem azért viselek magas szárút, mert azt akarom, hogy az emberek észrevegyenek, hanem mert egyszerűen így érzem jól magam. Nem azért öltözök és viselkedek úgy, mint egy prostituált, mert azt akarom, hogy az emberek észrevegyenek, csak egyszerűen így érzem jól magam. Egy idő után az ember azonosul a cselekedeteivel. A legtöbb ember pedig elárulják a cselekedetei, férfi vagy nő, egyaránt. Azonban az, ami a nőkkel történik, az leginkább őket kellene, hogy zavarja. Ugyanis pontosan azt csinálják, ami ellen harcolniuk kellene. Nem lehet azt mondani, hogy miért csinálok valamit, ha egyszer a viselkedésem és a megjelenésem azonosít azzal a csoporttal, amelyikre az jellemző. A másik óriási probléma az, hogyha valaki jól érzi magát úgy, hogy prostituáltnak öltözik és úgy viselkedik, akkor az már régen rossz. Ha én felöltözök úgy, mint egy rendőr, akkor az emberek az utcán azt fogják hinni, hogy én egy rendőr vagyok. Elmagyarázhatom minden második embernek, hogy én csak így érzem magam jól, de én nem vagyok rendőr, hagyjanak békén, hagyják, hogy éljem az életemet. Ettől függetlenül minden ember azt fogja hinni, hogy rendőr vagyok, mert úgy nézek ki. És egy nőt, vagy férfit akár, nem lehet megkülönböztetni azoktól, az emberektől, akik a pornó-oszkáron vesznek részt, akkor teljesen mindegy, hogy mi jár a fejükben, hogy ők miért viselkednek így, miért öltöznek így, miért néznek így ki. Valami baj van a fejükben. Ez egyébként a jól ismert Vénusz születése, ahogyan a kagylóból megszületik Vénusz a bujaság, illetve a szerelem istennő. Az is kiderül, hogy Zeus és Dionia szülei, már azt olvashattuk, ugye Okeanos és Tétis, Ciprus vagy Kiprosz szigete, Kithéra szigete, Korintosz, Paphos mind Afrodité nevéhez kapcsolódik. Nem véletlen, hogy az apostol Saul annyi problémával nézett szembe ezeken a területeken, hiszen a pogányság ugyanúgy akkor, mint ahogy ma is, széles körben elterjedt volt, nem csak azokon a területeken, hanem az egész világban. Egyébként Afrosz szó görögül habot jelent, és valószínűleg innen ered a szerelem, a szépség és a szexuális gyönyör istennőjének neve. Ennek semmi köze nincs a szeretethez, ahhoz a szeretethez, amiről a teremtő beszél, és amit ő hirdet. A világ ma egy egész más szellemiség rabja lett. Maga az a tény, hogy egy kagylóhéjon kelt ki Afrodité, és szépsége elvakította az Olimposzt, beszédes kellene, hogy legyen mindenki számára a szépség, ma szintén rabul ejtette a világot, és a legtöbb ember megszállottan keresi a szépséget, mind magában, mind pedig a többi emberben. Probléma csak az, hogy ez általában egy felületes, külsőségekben megnyilvánuló szépség. Egyébként Petrattoromiunál lépett partra Afrodité, és amerre járt a lába nyomán csodás növények, fák keltek ki a földbe. Ezeket a gyümölcsöket, virágokat és illatszereket különösen alkalmasnak tartják a szerelmi vágy fokozására, úgy, mint afrodiziákumok. Zeus annak érdekében, hogy elkerülje az Afrodité szépségért vívott csatákat, Héfaisztosznak ajánlotta fel, így megkötött ez a házasság. Héfaisztosz ugye a kovács isten, aki mindenféle ékszerekkel ajándékozta meg Afroditét, és ennek a szépségnek senki nem volt képes ellenállni később, és mindenkit megbabonázott, pontosan ugyanúgy, ahogyan ma a legtöbb nő viselkedik egyébként. Hiszen ez az a szellemiség, ami uralja a világot. Afrodité vére fort, szintén hasonlóan a mai emberekhez, szerette a vigadalmakat és a füllett erotikát, gondolom ezt nem kell magyarázni, hogy hogyan jelenik meg ez napjainkban, így hamarosan eltávolodott örökké kormos férjétől. A minta úgy akkor, mint ahogy most, ugyanaz. Afrodité értékelte a férfi istenek iránt a tanúsított érdeklődését, ezért Hermésszel és Dionysosszal is eltöltött egy-egy szerelmes éjszakát.
Többször bocsátkozott szerelmi kalandba nem csak istenekkel, hanem halandó férfiakkal is. Az angyal ember történetre utal ismét csak, de egyébként a mai viselkedése az embereknek az ehhez hasonlatos. Még annyit itt, hogy különböző dolgok születtek ezekből a kalandokból, az egyik ezek közül Hermésztől született, és a neve Hermafroditos, ami a mai transznemű, meleg, leszbikus, stb. Mozgalmaknak az egyik előfutár, ugyanis a Hermafrodita az, akin férfi és női jegyek is megjelennek. Pán Istennel is folytatott viszonyt, de egyébként Adoniszt, illetve Anchisészt is szerette. Vége hossza nincs a listának, körülbelül úgy, mint ahogy ez napjainkban van. Hiszen ez az a szellemiség, ami uralkodik a tudatlan világon, férfiakon és nőkön egyaránt. Az ókori görögök Afrodité tiszteletére nagy ünnepeket, úgynevezett afrodisziászokat tartottak, buja erotikus ünnepek alkalmával, főleg Athénban és Korintoszban nagy lakomák során Afrodité papnői vagy kísérői, erotikus táncot lejtettek, ami hivalkodó jellege miatt gyakran egy-egy néző elcsábításában teljesedett be. Őket azonban nem tekintették prostituáltaknak, körülbelül úgy, mint ma, ugye, amikor elmennek az emberek meg a nők össze-vissza, mivel a szeretkezést egy ilyen papnővel egyfajta áldozatnak tekintették Afrodité felé. Pont úgy, ahogyan ez ma történik. Igazából különbség nincs a prostitúció és e között a magatartás között. Társadalom azonban mégis másképp tekint rá, hiszen nincsen fogalma semmiféle erkölcsi normáról. GreekGods.org megismétli, amit eddig megtudtunk, Afrodité egy olimpián, aki a szerelem, a szépség, a gyönyör, illetve a termékenységnek volt az istennője. Számos kalandban vett részt mind istenekkel, mind pedig emberekkel. Az ő hite az volt, hogy egyetlen nőnek sem lenne szabad szűznek maradnia, vagy pedig szüzen meghalni. Nem tudom, hogy esetleg körülnézve a világon ismerőse ez a filozófia valakinek. Én azonban biztos vagyok abban, hogy Afrodité a világban szétnézve elégedetten dőlne hátra, látván, hogy életfelfogása megértő fülekre talált. Születését ugyanúgy írja le, ahogy eddig is láthattuk, egyébként ő is a titán generációnak az egyik tagja. Titán ugye az istenek leszármazottai. Szerelmi életéről már olvashattunk, nagyjából ezeket tudjuk meg, Héfaisztosz volt a férje, azon kívül mindenki más, aki éppen ráért, az kapcsolatba lépett vele. Nagyjából úgy, ahogyan ez a szellemiség ma is operál a világban. Itt egy idézet egyébként Hippolitosztól, az Euripidészből. Kérdés, melyet feltesz pedig ez, hát nem látod a hatalmas istennőt Afroditét? Ahogyan elveti és adja azt a szerelmet, amelyből mindannyian e földön származunk. Történelem során mindig, akkor is ugyanúgy, ahogy most az emberiség összekeverte a bujaságot, az erkölcstelenséget és azt a felületes szerelmet és szeretetet, amelyet ma is összekever az igazi szeretettel, melyet a teremtő definiált az ő szavával. Sokkal többet jelent tehát április hónap neve, mint egyszerűen egy római, görög vagy latin szó. Úgy, ahogyan a természet megújul áprilisban, ezt a hónapot nem véletlenül Afroditének szentelték, hiszen ez volt az, amit képviselt számukra ez a hónap. Egy primitív, ostoba verzióját a teremtő legfontosabb karakter elemének, a szeretetnek. A szerelmi élete pedig szintén hatással van napjainkra, hiszen ez az a magatartás, amelyet a legtöbb ember akarva akaratlanul is folytat. Egyik kalandból megy a másikba, és mindig elhiszi, hogy az, amiben részt vesz, az egy valós, igazi dolog, ahelyett, hogy megpróbálna tiszta fejjel gondolkodni, ezzel elkerülve rengeteg problémát. Mind ebben az életben, mind a következőben. Sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de nézve itt a listát azoknak, akikkel Afroditének dolga volt, kísértetiesen hasonlít ahhoz, ahogyan a legtöbb nő operál a mai valóságban. Ez nem véletlen, hiszen ugyanazokat az ünnepeket, ugyanazokat a tradíciókat, szokásokat és ezzel ugyanazt a szellemiséget örökítjük át nemzedékről nemzedékre, amit ezek az általunk primitívnek gondolt emberek is folytattak.
ahol a valóban primitív érzések úgy, mint a szerelem, a bujaság, a termékenység, a testiség, a szépség volt az élet fő mozgató eleme. Nem tudom, de remélem, hogy valakik számára azért érthető az, amit el szerettem volna mondani. A világ egy egészen más hely, mint aminek a legtöbb ember megéli azt. És aki csak sodródik az árral, vagy követi a tömeget, az mindig rossz úton jár. A világot olyan erők irányítják, mely azt a fajta szellemiséget terjesztik, amik ellentétesek azzal, melyeket annak teremtője meghatározott. Így mindenki egy válaszút előtt áll minden pillanatban. Vagy valaki jár a keskeny úton, melyet Yahuwah a világ teremtője meghatározott az ő szava által, vagy pedig követi a hordát és követi a világot azt, ami az egyszerűbbnek tűnő út, mely a legtöbb esetben kellemesebbnek is tűnik első ránézésre, azonban a pusztuláshoz vezet. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.